Na, jó napot kívánok, tisztelettel üdvözlök mindenkit. Rudnán Antalt nagyon régen láttuk a nyilvánosság előtt, most végre kiállt, válaszolt néhány kérdésre. Azért kértem ezt a mai sajtótájékoztatót, mert arról bizonyára többen tudnak, hogy én bepereltem Juhász Pétert, egy ellenem szerintem most már lassan 2-2,5 éve kitartóan folytatott rágalmazási hadjárat miatt, és ennek egy újabb bírósági tárgyalására kerül sor a mai napom. De azt kell, hogy mondjam önöknek, hogy nem fogok elmenni, mégpedig azért nem megyek el, mert számomra az elmúlt hónapokban nyilvánvalóvá vált, hogy Juhász Péter nem más, mint Portik Tamás elítélt bűnöző Samessa. A keresetemet azonban minden körülmények között fönntartom. Egyrészt a bíróság előtt közjegyző által hitelesített módon, ami legalább ugyanolyan, mintha ezt eskü alatt tettem volna, megtettem azon tanúvallomásomat, amiben világosan leszögeztem, hogy természetesen Portik Tamással soha nem találkoztam, soha vele semmilyen kapcsolatom nem volt, se üzleti, se magántermészetű, és természetesen soha nem is kaptam, és nem is fogadtam el tőle semmit. Azt kell, hogy mondjam tehát, hogy egy másfél éves nyomozás eredményeként bebizonyosodott, hogy az önkormányzatnál mindenben törvényesen és jogszerűen jártunk el, tehát semmilyen kár az önkormányzatot nem érte, bűncselekmény tehát nem történt. Általánosabb a kérdezni miniszter úrtól, hogy ön szerint hogy lehet önnek hinni, amikor ön nyilvánvaló tényeket tagad le, gondolok itt arra, hogy önt lefotózták akkor, amikor helikopterre szállt, majd ezt mindezt letagadta. Nézze, azon a napon, a vasárnap, minden olyan információt, ami a mi helikopteres egyébként magánutunkkal volt összefüggésben, azt az érintett cégnek a képviselője az én kérésemre és a feleségem kérésére hozott nyilvánosságra. Tehát azt kell, hogy mondjam önnek, azon a napon mi ebben az értelemben semmit nem tagadtunk le. Estén minden részletet és minden információt a cégen keresztül nyilvánosságra hoztunk. De azt mondta, hogy ő most nem tagadott le semmit, de hát akkor miért mondta azt a Népszabadság újságíróinak, hogy ez hazugság, majd amikor közölték a fotót, akkor eljutották önhöz a kérdéseket, majd ön nem válaszolt erre. Én azt tudom mondani önnek, hogy lehet, hogy megpróbáltak hozzám fotót eljuttatni, de ez nem nagyon sikerült. Én az említett fotókkal a másnapi újságokban találkoztam. Ettől teljesen függetlenül még aznap minden információt nyilvánosságra hoztunk a feleségemmel az érintett cégen keresztül. És tudom, hogy azóta egyébként minden helikopteren engem látnak, de higgyék el, azon a napon minden egyes információt a nyilvánosságra elé tártunk, annál több nincsen. Többször ebben a formában nem ültünk helikopteren, legalábbis Magyarországon nem. Egyszer a Nászuntunkon igen, de ha jól emlékszem, akkor erről annak idején a nyilvánosság előtt is beszámoltam. Miért kellett barterezni? Ugye Bencsik András azt nyilatkozta az egyik interjúban, hogy ezt egy középosztálybeli ember bármikor megengedheti magának. Miért kellett bartert alkalmazni ennél a bizonyos helikopter túránál? Bizonyára Bencsik Andrásnak téren igaza van, attólag én is megnéztem az árakat, én is azt gondolom, hogy egyébként akár egy Budapest fölötti városnézést sokan megengedhetnének maguknak, de én hozzáteszem, hogy ebben az esetben egy olyan baráti szívességre került sor, ahol azt gondolom a feleségem és az érintett cég tulajdonosa között van ebben a formában kapcsolat, az, hogy ők ezt hogyan intézik el, az ő magán dolguk, és nem az enyém. Én nem kértem ezt a szívességet senkitől, semmilyen formában, és egy valamit megtanultam ebből a történetből. Miniszterként soha többé és semmilyen körülmények között magáncélból helikopterre nem ülök. Akkor sem, hogyha ezt a feleségem szeretnék kérni, vagy a maga részéről, a maga kapcsolatai révén el tudja intézni. A 444.hu-tól, akkor ön most mondta a Népszabadság újságírójának, hogy nem helikopterezett, vagy nem mondta? Hát az, hogy most egy magánbeszélgetésben mi hangzott el köztünk a Csóa Ildikóval, azt gondolom ennek nincsen jelentősége, ha aznap nem hoztunk volna nyilvánosságra minden információt. Minden információt nyilvánosságra hoztunk az érintett cégen keresztül. És én csak azért nem nyilatkoztam a későbbiekben, ezt megmondom önöknek őszintén, mert népszavazás napjáról volt szó, és ott azért délután 4 órától már elég sok olyan teendőm volt, ami önmagában eléggé elfoglalta ahhoz, hogy a feleségemre bízzam az egészet. Viszont azért mégiscsak van ennek a beszélgetésnek jelentősége, legalábbis ugyanannyira van jelentősége, mint hogy most beszélgetünk, hiszen újságíró vagyok, kérdezek öntől valamit, nem válaszol, hogyha egy újságírónak már hazudott, akkor nekem most miért ne hazudna? Azt gondolom, hogy akkor mondhatná ezt, hogyha nem hoztam volna nyilvánosságra aznap minden információt. Minden információt nyilvánosságra hoztunk, ezek alapján tudták a másnapi cikkeket megírni. Ezért az én lelkiismeretem ebben a tekintetben nyugodt. Tehát, hogyha valaki terrorcselekménnyel fenyegetőzik valamikor, és estére azt mondja, hogy nem fenyegetőzök terrorcselekménnyel, akkor az oké, ő mehet. Ez egy abszurd hasonlatnak gondolom, ne haragudjam. De miért? Azért, mert ez egy abszurd hasonlat. Hát de délelőtt állít át, este meg B-t, és azt mondja, hogy akkor az oké. Most akkor beszélgetünk egymással, vagy én azt gondolom válaszoltam a kérdésére. Hát
azt mondom, hogy nem. Akkor ön hazudott a Népszabadság újságírójának, vagy sem? Én azt gondolom, hogy mivel aznap minden információt nyilvánosságra hoztunk, és ezt eljuttattuk a Népszabadságnak is, ezért azt gondolom, hogy minden ténynek és minden információnak a birtokában voltak. Ezt értem csak, hogy amit kérdeztem, az megtörtént, vagy nem? Tehát azt gondolom, hogy éppen ezért nekem nincs lelkiismeretfordulásom ezzel kapcsolatban. Minden információt aznap nyilvánosságra hoztuk. Hát nem is azt mondtam, hogy legyen lelkiismeretfordulása, hanem csak azt, hogy mondjuk, hogyha beszéltek reggel, akkor... Mit mondott neki akkor? Mit mondott a Népszabadság újságírója? Nézzel, én azt gondolom, hogy az a lényeg, hogy aznap minden információt nyilvánosságra hoztam. Igen, de hogy akkor előtte mi történt? Mielőtt nyilvánosságra minden hozta az információt? Minden információt nyilvánosságra hoztam, maradjunk ennyibe. De akkor arra a kérdésre, hogy hazudott-e neki, vagy sem, arra... Ha nem hoztam volna minden információt nyilvánosságra, akkor joggal vethetnék a szememre, hogy egyébként másnap, amikor ezek a lapok elkészültek, akkor még nem tudhattak mindent. Ugye most akkor kiderült, hogy óriási különbség van egy fél napig tartó hazugság és egy teljes napig tartó hazugság között. Hogy most ünnepélyesen nekem és a kedves kollégáimnak megígérné, hogy fél napig sem fog hazudni többet újságíróknak? Én azt tudom mondani önnek, hogy minden kérdésre igyekszem a teljes tudásom szerint válaszolni, és ha bármiben tévednék, akkor azt még aznap korrigálni fogom. Jó, a fél napig tartó hazugság miatt egyszerűen gondolt azt, hogy le kéne mondani? Nézze, én azt gondolom, hogy akkor kellene lemondani, hogyha bármiben nem lenne tiszta lelkiismeretem. Ebben az ügyben is, és másban is minden további nélkül tiszta lelkiismeretem. És egyébként pedig még ezt akkor fontolhatnám meg, hogyha a munkám nem lenne eredményes. Engem másfél éve kért fel miniszterelnök úr gyakorlatilag politikai kabinetfőnöki munkára. Ezt egy éve miniszterként üzem, előtte fél évig gyakorlatilag egy kis kabinet irányításával mellette frakcióvezetőként üztem. Ha megnézik az elmúlt másfél év politikai eredményeit, akkor azt gondolom, mind a kormánypártok népszerűségi indexe, mind pedig a kormánynak a választók körében mért tetszésindexe, az jóval a fölött, az átlag fölött van, amit egyébként ilyenkor ciklus közepén elvárható lenne, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez a munka ebből a szempontból eredményes. Vannak még elvaratlan szálak.